Sziasztok! Az előző videóban bemutattuk, hogy most az elmúlt akciós napokon miket vásároltunk, mert nagyon sokan voltatok erre kíváncsiak. Most viszont egy csomóan kérdeztétek azt is, de tényleg egyébként, hogy ugye voltunk Stockholmban most majd egy hétig, erről már több videót is láthatatok a csatornán, hogy onnan miket hoztunk, vagy mit vettünk. Na most itt van minden, amit vettünk. Nem vettünk túl sok mindent, de ezek nagyon jó pofa dolgok, amiket vettünk. A legfontosabb az, hogy mi az utazásokon általában nem nagyon szoktunk vásárolni, illetve csak olyasmiket veszünk, hogy elmegyünk étterembe, vagy cukrászdába nem, vagy valami ilyesmit, tehát amit megeszünk. Tehát, vagy meglátunk valami jó ruhadarabot, például ezt a nadrágot, akkor ezt megveszünk, de igazából nem ez a célunk. Tehát nem azért megyünk, hogy vásároljunk. Be szoktunk nézni azért ilyen bevásárlóközpontokba, ruhaüzletekbe például, vagy mit tudom én, akármilyen üzletekben, de csak azért, hogy érdekességképpen, tehát hogy megnézzük, hogy a helyiek mit esznek, ami vagy... nincs otthon. Igen, nincs otthon. Igen, így van. Na és ebből, hát vettünk egy pár dolgot, de azokat sajnos már megettük. Most mindjárt majd ide beteszem a képüket, hogy milyen cukrokat vettünk, mert ezt a cukrot, ha látjátok valahol, ilyet vegyetek, mert az valami elképesztően finom gumicukor, de valami nagyon, tehát ez, és sajnos, hát ugye most már meg akartuk itt mutatni élőben is nektek, de annyira megettük, hogy nagyon. Van itt egy zacskó cukor, amit szintén ott vettünk, ez csak azért úszta meg, mert ez nem annyira. Nagyon jó. De milyen ez a cukor egyébként, mert Molly, te akartad ezt megvenni, és aztán végül nevettem. A belseje nem jó. Belül van valami ilyen töltelék, ami nem jó. Na jó van, hát szóval ez ezért érte túl. Aztán vettük ezt a puncs roládot, ez a, hogy hívják, puncs rullar, igen. Vagy? Igen. Elképesztő. A svéd nyelv, az zseniális. Én nekem annyira tetszik. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e már svédeket beszélni, vagy hogy egyáltalán a svéd nyelvet, de olyan, mint az angol és a német keveréke. Szerintem egy nagyon szép nyelv, és nekem nagyon tetszik. Tényleg, és ahogy beszélik ők. Úgyhogy a punchruller, a punchroló, vagy ilyen, igen, ez a kis zöld, amit egyébként itt nálunk is lehet az IKEA-ban kapni. Na, ezt Svédország szerte mindenféle bevásárlóköz, illetve ilyen kis élelmiszeráruházakban lehet kapni, méghozzá nagy tételben, tehát nem egy-két darabot, hanem itt egyszer egy kilót, vagy fél kilót. Na, mi vettünk is ebből jócskán, sajnos megettük ezt is, mert nagyon-nagyon finom, de ide betesszük a képét, úgyhogy látjátok, hogy pontosan miről van szó. Na, szóval, ami még nekünk nagy élmény volt, az a Sephora nevű kozmetikai lánc. Oda elsőként Molly, vagy legfőképpen Molly szeretett volna bemenni. Igen, oda, mert ugye hát igazából ez olyan, mint egy, tehát ez egy smink üzlet, és igen. Meg akartam nézni, hogy milyen fajta sminkeket árulnak, amit esetleg itthonnál. Igen, ez a Sephora, ez az üzlet nálunk nincs, Budapesten nincs, és csupa olyan márkát árulnak, amit szintén nem lehet. Például a Rihannának a Fenty Beauty-t, azt itt nem lehet kapni. Akkor az én kedvencemet, ezt majd mindjárt be is mutatom ezt, ez a Huda. Remélem így kell mondani, hogy Huda Beauty, mert remélem mit kell ejteni, hát ki tudja. Ezt a márkát sem lehet kapni, és túlzás, hogy kedvencem, de már régen ki akartam próbálni, hogy ez milyen, mert elég nagy hype-ja van, tehát eléggé menő márka, úgyhogy ki akartam próbálni, hogy egyszer nekem is legyen egy ilyen Huda Beauty cuccom. Na jó, szerintem menjünk végig rajta, mert itt is most beosztottuk valahogy úgy, hogy melyik rész Mollié, itt most nagyobb rész Mollié, tök jó, és a kisebb rész az enyém, úgyhogy most akkor Molly elmondja, hogy mi az, amit ő vásárolt, és miért. Igazából olyasmiket kaptam főleg, amiket itthon nem lehet, és már régóta szerettem volna, például ezt. Ez ilyen arcmasszírozó, vagyis ezt például lehet itthon kapni. Igen, de talán pont ezt, ilyet nem, ez ilyen jádeköves, vagy igen, miből igen, van ez. Igen, és ezt ott egyébként nagyon olcsó volt, sokkal olcsóbb, mint itthon. Igen. És ott így észrevettem a boltban, mert így Magyarországon még nem találtam. És ez nekem nagyon megtetszett. És hogy lehet ezt használni egyébként? Így. Úgy lehet az arcodat velem, az nagyon jó érzés egyébként, olyan hideg igen, az érzés. A az a lényeg, hogy hideg legyen? Uh-huh. És a kis részével meg mit, a szemed alatt, hát vagy igen. Hogy? Meg szerintem esetleg így talán, aha. Nem tudom, hogy ezt, igen. Ami nagyon érdekes, az, amit mellé csomagoltak, ez a kis szívecske formájú lapocska. Ez a guasa az a neve. Tényleg. Aha, na, ilyet én még nem láttam, de Molly nagy szakértő volt már ott is benne, ő rögtön tudta, hogy ez mire szolgál. Na és mire hát, is? Így meg kell fogni az arcodat, és így fölfele kell, hogy így fölemelje az arcod. És így tenni kell rá egy kis olajat, vagy nem krémet. Tudom, valami krémet, igen, és akkor így fölfele. Igen, de azt a szívecske részt meg az álladnál kell használni, ugye? Azt meg úgy. Uh-huh.
Ó, nagyon profi. Na jó, hát újabb kedvenc született, most már ezeket is használjuk, ezt az arcmasszírozót, meg a szívecskét, mert hát ez kell. És ez a másik, ez a rózsaszín, az is ilyen arc. Igen, ez igazából egy ilyen arc tisztító valami csoda, ilyen szilikon valami. De jó. Ez tök jó. Ízés. És ilyen, úgy lehet. Szerintem ilyen pórus tisztító. Ilyen kis kefelszerű, és tök jó. Volt ilyened már, nem is egy, meg nekem is. Igazából ezek elég gyorsan elhasználódnak. De úgyhogy most ez nem fog. Hát bízom benne. Mert az enyém eddig ilyen... Szivacsos vagy? Igen, valami olyas mögött, és az szétjött, viszont ez szilikon, szóval reméljük ezt tovább. Kiváló. Hát nagyon-nagyon bízunk benne. Aztán sikerült Mollynak néhány maszkot beújítani. Tök jó, ez ilyen arany, hát ilyen hidrogél maszk. De igazából ez a kettő a bulis, mert ezek milyen? Ilyen habzó. Igen, habmaszk. Igen, tehát ez úgy néz ki, ahogy a lány arcán látszik a képen, hogy így felhabosodik majd az arcodon. Na jó, hát hogyha... Maszk, vagy valami ilyesmi. Buborék. Hát nagyon jó. Hogyha Molly kipróbálja, esküszöm, lefotózom, és majd bemutatjuk, amennyiben megengedi persze, hogy néz ki, mert biztos, hogy viccesek ezek a habmaszkok. Jó, és az is egy ilyen arc dolog. Igen, ez a... Hogy hívják, ilyen ecsetes része, igen. Aha. Ez nagyon puha, nagyon jó. És azzal mit csinálsz? Masszírozni lehet az arcot vele? Én úgy szoktam használni, hogy bevizezem az arcom, meg bevizezem ezt a részét, teszek rá valami arctisztító valamit, és így átmegyek rajta az arcomon, és utána ezzel, ez is olyan egyébként. Igen, ez olyan kis kefe, igen. Ilyen puha kefe. És akkor így átmegyek az arcomon. Hogy hát az ami így, ami jobban tisztít, inkább ez a fehér rész, az inkább masszíroz, de nagyon jó egyébként. Én még nem használtam ilyet, de persze azért néha lenyúlom Mollytól. Egyértelmű. És ezek a kis gyöngyök? Ezek ilyen, kiskoromban nagyon szerettem, ilyen fürdő. Uh-huh. Hát ilyen fürdő, hogy hívják? Gyöngyök, fürdőgyöngyök. Fürdőgyöngyök. Áfonya illatúak, ilyen... Azt már használtad, aha. Ilyen kis bogyók. Jaj, de jól néz ki, mint egy üveggolyó. Állati jól néz ki, és ez feloldódik a meleg vízben, igen, ugye? És olaj van benne, ilyen mindenféle... Ilyen bőrápoló olaj. Tévő olaj. Ilyen csodatévő vagy. Igen. Igen. És nagyon jó érzem. Egyébként. Nagyon jó. Áfonyás. Tedd ide le, olyan jól néz ki ez a golyócska. De jól néz ki ez a sok zöld egymás mellett. Na és beszéljünk picit az Abbáról is, mert ugye az egyik videónkban bemutattuk az Abba múzeumot, hát nézzétek meg, nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tehát a videót is nézni szerintem élvezett, de elmenni a múzeumban még inkább. Na de mik ezek? Na hát amit az elejétől tudtam, hogy szeretnék, amikor beléptünk, ez a bögre. Ezen mind a négyen rajta. Fordítsd vannak. Úgy, hogy mind a négy arcot. Ilyen fekete-fehér kép, és nagyon tetszik. Szuper, igen. Uh-huh. Akkor van itt egy szemüvegtörlő, hát ez vett ki ilyen puha finom anyagból. Uh-huh. Ez ilyen kis puha, sejemszerű anyag. Igen, ez amikor az Abba énekelt, akkor még ugye nem volt CD, csak nagy lemez volt, meg kazetta, és ez az egyik ilyen nagy lemezük borítója. Ez az érkezés, vagy megérkezés, igen, című lemez. Ebbe a helikopterbe egyébként mi is beültünk, amikor ott voltunk a múzeumban. Nagyon jó, ki lehet próbálni. Sőt, még egy VR szemüvegen keresztül azt is megnéztük, hogyha amikor felszálltak Stockholm fölé, akkor mit láttak. Hát nézzétek meg azt a videót, beteszem ide a leírásba a linkjét, nagyon jó. És itt van még kettő abbás dolog. Hűtőmágnesek. Hűtőmágnesek, hát ez is kell, ez is kell. Mind a kettő abbás. Hát igen, ezek mennek a hűtőre. Mi is ilyen hűtőmágnes rajongók vagyunk, bárhol járunk, akkor hozunk valamilyen hűtőmágnest. Na és ezek milyen jópofa dolgok? Hát ez a kettő papír dolog, ezt egy lakberendezési üzletben vettük. Nagyon jópofa. Hát, The Big Apple, New York, ugye? Ez gyakorlatilag ilyen tányéralátét. Azért is van belőle több is, ugye? Hogy amikor ezt ide tesszük a tányérunk alá, és leesszük mondjuk, akkor lehessen cserélni. Nagyon jó pofa anyagból van egyébként. És evés közben lehet olvasgatni ezeket a kis cikkeket, amiket írtak. És igazából ez egy újságlap, és igen, nagyon régies. Nagyon. Így van. Ez olyan, mintha egy újság lenne. Így van. És ez a másik is az, de ez ugye nem a látét, hanem ez egy zacskó, igen, gyakorlatilag. Igen, ezt szokták például tenni a fiatok, amikor elmentek. Ja igen, ilyen hamburgert vagy... Hotdogot is lehet, igen.
Hát hotdogot nem annyira, inkább gyíroszt szoktak ilyenben, nem? Ez, ami így csak két oldalán van nyitva. Igen, pont itt rajta van egy hamburger, vagy hotdog. Ja, hogy hamburgert vagy hotdogot kell belepenni? Hát jól van. Hát akkor azt kell. Nem, csak szerintem ez egy cikk egyébként, de nagyon jó. Milyen jó cikkek vannak rajta, a New York-i gyors ételek? Hát persze. Aztán hamburger vagy hotdog? Hát illik a funkciójához a cikk, ami rajta van is. Másik oldalán Empire State Building First Lady. Hát akkor ugyanaz. Ugyanaz, igen, mint itt gyakorlatilag. Aha, tök jó. Lehet olvasgatni. Na jól van. Ja, és itt van a cukor, ami nem olyan nagyon finom. Ja, mi nem nyert el a tetszésünk. Na jól van, akkor jön az én aprócska részem. Nekem három kis aprócska részem van. Ez a nadrág, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett az egyik üzletben. Ez ilyen kockás. Hát ez a nadrág. Hát igazából semmi extra. De ilyen kockás, és nekem ezek nagyon szoktak tetszeni. Úgyhogy ezt nem tudtam ott hagyni. Ezek a Sephora maszkok. Na, ezt is abban a drogériában vásároltuk igazából, ahol Mollynak ezeket a maszkokat például. Ez rá is van írva. És én imádom a maszkokat, de hát ezt már rájöhettetek egy-két videónkból, hogy maszk imádók vagyunk. Ez nem is tudom, ez milyen... Ananászos. Ez ilyen, hát igen, ananászos, de hogy ilyen pórus tisztító, vagy milyen, akkor ez ilyen... Ez micsoda? Hidratáló. Ez a licsis, ez... nedvesség visszaportló, vagy igen. Ez pedig, ez is, quenching. Ez ilyen a bőr szomjúságát oltó, vagy thirst quenching maszk. Szóval igen. Na, ez. És azon kívül még nekem, ami a leglényegesebb, ez a Huda Beauty márkának egy palettája. Na, ezt a márkát már régóta ki szerettem volna próbálni, ezt a Huda Beautyt, mert sok jót hallottam róla. Ez a Toffee Brown paletta, ami ugye ilyen karamellás cukorka-szerű, és hát nagyon szép színek vannak benne, ezek az én kedvenc színeim. Ez a kicsit sötétebb barna, akkor ezek a bézsek, akkor a szemzugba belőle szoktam ilyen sejemport, ezt a kis világosat, és az aranyszínt is, hát persze csak úgy módjával, de azért nagyon szeretem. Hát ezeket vettük Stockholmban, illetve még ugye néhány zacskó, jó pár zacskó édességet, meg ezt a punschrullart. Nagyon jó. Egyébként nagyon jók az édességes vélet, meg minden nagyon jó. Mi nagyon megszerettük ezt az országot. Ha egyszer tehetitek, látogassatok el oda, mert csodaszép dolgok vannak, és egyébként az emberek is nagyon, nagyon kedvesek, és mindenki olyan nagyon rendes. Tehát ott mindenki előzékeny, kedves, udvarias, nem ordibál senki sehol, olyan kis nyugodt népség. Szóval nagyon megkedveltük őket. Szóval ezeket vettük, nem túl sok mindent, mint ahogy mutattuk is, mert nem szoktuk magunkat agyon vásárolni. Egy-két dolgot veszünk, ami különlegesség, vagy ahogy Molly mondta, ami itthon nincs, vagy pedig csak azért, hogy emlékezzünk arra, hogy ott voltunk, ezt a nadrágot például, de mi nem vagyunk amúgy se ilyen nagy vásárlósok, inkább az élmény kedvéért utazunk mi, azért, hogy lássunk sok szép dolgot. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Sziasztok.